A koronavírus... Köszi. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit az IGN Start első jubileumi adásában. Bizony, már egy éve segítünk nektek berúgni a hetet a legfontosabb megjelenések és bemutatók rangsorolásával, no meg hétről hétre próbáljuk megválaszolni a cifrábbnál cifrább kérdéseiteket is. Ezúttal se lesz másként, adjunk is neki! Amíg tart a koronavírus járvány második hulláma, addig ne nagyon számítsunk kiemelt mozi bemutatókra. Így nem meglepő, hogy a hét egyetlen említésre méltó filmpremierje egy kisebb horror lesz, amihez viszont kell a gyomor. A Tulajok című filmben Maisie Williams és néhány cimborája törnek be egy idős házaspár otthonába, hogy aztán nagyon-nagyon kellemetlen meglepetésekkel szembesüljenek. Az Amazon Prime-on debütál majd a Borát Süttyomban leforgatott folytatása, melynek felvétele során Sacha Baron Cohennek állítólag halálfélelme volt. A filmből tuti lesz kritika. A Netflix nagy heti bemutatója pedig a Manderley ház asszonya lesz, amely Armie Hammer, Lil James és Scott Thomas főszereplésével meséli újra azt a történetet, amelyből már Hitchcock is forgatott filmet. Az HBO-gon pótolhatjuk a Super Hover című szenzációs animációs filmet, ha még nem láttuk volna. Ugyanakkor vasárnaptól elérhető lesz a Julie Garner főszereplésével készült az Asszisztens című film, amely a munkahelyi zaklatásokról szól, plusz felkerül a kínálatba az Az második fejezete is. Sorozatos fronton lesz mit darálni. A Netflix felkerül a Vezércsel című minisorozat, melyben Anya Taylor-Joy játszik egy sakk tehetséget, aki az évek során drogfüggő lesz, de szintén a streaming szolgáltató kínálatában mutatkozik be a Barbárok című római kori akciósorozat, melynek az a különlegessége, hogy részben nálunk forgatták. Az HBO Go-n a héten fejeződik be a Lovecraft Country című horror széria, és a Harmadik nap című misztikus thriller is, vasárnap éjjeltől pedig már elérhető lesz a Nicole Kidman és Hugh Grant főszereplésével készült Tudhattad volna, amely egy drámának átszázott csavaros krimi lesz. A hét videójátékos felhozatalán bizony érződik a közelgő Halloween hatása, ugyanis többféle horrorisztikus élményre van kilátás. A legnagyobb érdeklődés minden bizonnyal a Frictional Games újabb horrorjátékát, az Amnesia Rebirth kíséri majd, mely nem szakít a sorozat gyökereivel, hiszen újfent a lopakodáson és a felszíre törő rémisztő emlékeken lesz a hangsúly. Na meg a rettegésen, ami az eddigi trélerek alapján garantált. Kissé másfajta horrort kínál a Doom első nagy kampánykiegészítője, a The Ancient Gods Part 1, hiszen ebben nem nekünk kell félnünk, hanem tőlünk csinálnak maguk alá pokolból újabb inváziót indító démonok, akiket változatos módokon szedhetünk ízekre. További remek hír, hogy a The Ancient Gods Part 1 önállóan is futatható, vagyis nem kell hozzá az alapjáték. Megint csak a horror egy új szegmensébe enged bepillantást a Transformers Battlegrounds, de mielőtt megörülnétek, hogy egy újszerű korhatáros Transformers játékot kapunk, mi inkább a játék minőségére gondoltunk ezúttal. Mert hát ki ne szeretne a kedvenc alakváltóival körökre osztott stratégiai játékot tolni pár évvel ezelőtt mobilos grafikával. Na ugye? Említést érdemel még a heti megjelenések között a Scourgebringer, ami ugyan korai hozzáférésben az év eleje óta elérhető PC-n, de most Xbox One-on és Nintendo Switch-en is az emberiség megmentésére indulhatunk ebben a roguelite akcióplatformerben. Ha pedig némi játékos pofoszkodásra vágynátok, akkor tudjuk ajánlani a 2003-as Asterix and Obelix XXL Remastered, vagyis bocsánat, Romastered kiadását, amiben természetesen a római seregeket kell linasba rakni. De hogy egy kicsit a felnőttebbeknek is ajánljunk valamit, kedvenc loser csajozó gépünk, Leisure Suit Larry visszatér egy újabb kalandra, a Wet Dreams Dry Twice-ban pedig egy egzotikus szigeten kell majd terelgetnünk kopaszodó nőcsábászunkat a meghódításra váró hölgyek és a pikáns poénok között. Ahogy említettük, a héten jelenik meg a Doom Eternal önállóan is futtatható kiegészítője, ennek kapcsán pedig megbíztuk a jó triviai Geráltot, hogy hozzon pár érdekességet a néma démongyilkos múltjából. Akinek egyébként, mint azt pár napja a játék egyik atya John Romero is elárulta, a becsületes neve nos, Dungáj. Várjatok, lesz ennél érdekesebb titok is egyszemélyes démonírtó hadseregünk történetében. Azt például tudtátok, hogy számos film inspirálta a sorozat létrejöttét? Példának okáért a láncfűrés shotgun kombót az Evil Dead Gonosz halott című horrorban nyúlták Romeroék, de a bolygó neve halált és a drágán add az életedet is felvéshetjük az inspirációként szolgáló filmek listájára. Ahogy említettük, Dungáj igen kegyetlen eszközökkel küldi vissza a démonokat a pokol bugyraiba, ugyanakkor kicsit illúzió romboló lehet a tudat, hogy főhősünk ikonikus
arzenája a játékfegyverek bedigitalizált változataiból állt össze, amiket a fejlesztők egy a stúdiójukhoz közeli játékboltban vásároltak össze. A Doom főhősénél talán csak egy valami legendásabb, az pedig az eredeti játék gépigénye, ami miatt a mai napig sportot űznek abból, hogy a leglehetetlenebb platformokon is működésre bírják. 2020 ebben csúcspontot hozott, ugyanis nemrégiben egy digitális terhességi teszten, illetőleg néhány krumpli energiáját kihasználva is sikerült futtatni az FPS-ek ősatját. Na ez már valami. Most pedig átadom a szót Gáspárnak és Zalusnak, akik hasonlóan lehetetlen dolgot kísérelnek meg, megpróbálják megválaszolni a hét kérdéseit. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a szót, Ádám! Ez egy jubileumi start, most egy éves az IGN start. Mindenképpen írjátok meg a kommentek között, hogy mi a véleményetek a műsorról, mi az, amit szerettek benne, mi az, amit kevésbé szerettek, mi az, amit változtatnátok, milyen új robot javaslatotok lenne esetleg, miről beszélgessünk például, mi az, amit jó lenne, hogy elfelejtenénk. És megfontoljuk. Így van, így van. Most pedig szerintem nézzük a kedvenc rovatunkat. Gyors kérdések, gyors válaszok. Melyikötök öltözne be Gandalfnak? Én már elkezdtem növeszteni hozzá a szakállamat. Zalusnak mi a véleménye saját magáról? Hát végülis nem lenne belőlem rossz Gandalf. Szerintetek ki nyerne a Raiden és Palpatine összecsapna? Hát azt nem tudjuk, de megrázó ütközet lenne. Milyen színre gondoltok, miközben ezt olvassátok? Hát a bél színre. Nálatok hogy zajlik a munka? Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga. A hét tényleges kérdését Barca Bálint tette fel, aki az iránt érdeklődött, hogy mi milyen régi játékoknak látnánk szívesen a folytatását. Hát szerintem én millió ember nevében beszélek, amikor azt mondom, hogy én Half-Life 3-at akarok. Most, azonnal. Nem Half-Life VR-t, nem Half-Life-ot telefonra, meg Abacusra, hanem normális Half-Life 3-at. Mióta várjuk már a Half-Life 3-at? Az Isten! Jó, viszont ez hozzátartozik azért, hogy a Half-Life VR az nem lett rossz azért az LX. Igen, igen, igen. Ha azért... Ádámot kérdezitek, akkor szerint az évjáték. Igen, ő írta. Nézzétek meg egyébként a tesztünket az oldalon. Igen, ő írta és ő vágta a tesztünket, és a VR fronton az egyik legjobb játék, ami de valaki. De marha kevesen nézték meg azt a szerencsétlen tesztet, pedig nagyon jó lett, és ez is azt bizonyítja, hogy milyen kevés embernek van VR-ja. Ez igaz. A PC-s ráadásul ugye, és nem is mindegy, hogy milyen, mert egy elég húzós játék, ami gépigény tekintetében, tehát még egy milliós PC is kell mellé. Te lehet tudni, hogy mennyit adtak el belőle? Nem, nincsen róla hivatalos adat. De hát vajon miért? A Valve-nak tök mindegy. De akkor miért erre fejlesztették a Half-Life 3-at? Könyörgöm! A hivatalos indoklás szerint azért, mert mindig minden egyes Half-Life epizód valamilyen szinten egy technikai forradalmi újdonság. Ez igaz, de... akkor is acak VR-ra. Én nem vagyok ennyire... Half-Life 3-at akarok! Mondjad. Én nem vagyok ennyire követelőző a Half-Life-ot illetően, a Prince of Persia-t illetően már sokkal inkább. Igaz, hogy kapunk bele. Hát igen, de láttad, hogy néz ki ez a szerencsét. Ez szándékosan így néz ki. Igen, tudjuk, szándékosan így néz ki. A Ubisoft India úgy gondolta, hogy ez egy markáns vizuális stílus, amit így szeretnének megcsinálni. Igazából kíváncsi vagyok, hogy vajon a megjelenésük, ez a markáns vizuális stílus vajon változik-e, vagy elcsúsztatják-e majd a megjelenést, mert állítólag se a pénz, se az idő nem volt akadály, tehát több éve dolgoznak ezen a játékon, és volt, hogy több százan, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy kis garázscsapatra rábízták a feladatot, és csináljatok belőle valamit, hozzatok ki, ami nektek tetszik, hanem ezt komolyan gondolták. Nyilván lehet, hogy most ebben benne vannak ilyen kulturális különbségek, vagy esetleg az indiai játékosok. Hú, ebben nem menjünk bele, szerintem. Ezt nem tudom, de én szeretnék egy Prince of Persia új epizódot. Igazából én reménykedem abban, hogy ez egy ilyen felmérő ahhoz, hogy készüljen-e új epizód, vagy nem. Tehát, hogy erre van-e szükség, vagy nem? Hogy egy kicsit ilyen. Lehet, hogy az Alex is egy felmérés volt, hogy visszakanyarodjak a Half-Life 3-hoz. Hogy megcsinálták ezt, és rájöttek, hogy a kutyának nem kell, nem fognak venni hozzá VR-t, meg videós PC-t. Csináljátok meg konzolra! Légy szíves! Ha nézed. Meg normál PC-re. Gabe Newell, ha nézed. Tudod, mit kell tenni. Szoktad nézni a start. Igen. No, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi az a játék, ami nagyon hiányzik. Egyébként, hogyha ilyen játékokról szeretnétek hallani, akkor a Try Again sorozatunkat tudjuk ajánlani, amiben olyan sorozatoknak nézünk utána, amiknek már rég érkezett utolsó epizódja, és nagyon várjuk az új megjelenéseket. Úgyhogy ezek kíváncsiak vagyunk, hogy ti mi az, amit nagyon hiányoltok már évek óta, írjátok meg a kommentek között. És nem remake-ről van szó, meg rebootról, hanem egy folytatásról.
egy félbehagyott franchise-nak a folytatásáról, például a Half-Life. Például a Half-Life. Bálintnak nagyon szépen köszönjük a kérdést, természetesen az IGN Shop felajánlásával. Ő ezt a bögre Jodát, Baby Jodát nyerte, ezt el fogjuk neked juttatni, hogyha megírod majd a kommentek között, felveszük veled a kapcsolatot, és akkor elküldjük neked ezt az ajándékot. De ne felejtsetek el felnézni egyébként az IGN Shopba, ugyanis Star Wars-os termékek, Stranger Things-es és jó barátokos cuccokat vásárolhattok most olcsóbban. És továbbra is várjuk a kérdéseiteket a hét kérdése hashtaggel, ez alá a videó alá, megpróbáljuk megválaszolni őket. Hogyha Half-Life 3-ra elkérdeztek, akkor nagyon szívesen fog válaszolni. Nagyon szívesen válaszolunk. Minden esetre jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok! Sziasztok! Half-Life! Half-Life! Half-Life-ot akarok! Half-Life 3-at akarok!